A konzervipar öblös üvegekbe, palackokba, fémdobozokba, tubusokba, lágy és formatartó műanyagtasakokba, tálakba, a hűtőipar pedig többnyire papírdobozba, fóliába tölt. Az edények betöltését gondos tisztítás, válogatás előzi meg. Az új üvegeket meleg vízzel vagy gőzzel öblítik, így a szállítás tárolás során átapadt szennyeződés eltávolítható. A csorba, repedt, deformálódott üvegeket szemrevételezéssel különítik el. A fémdobozokat szintén gőzölés és válogatás után töltik be. Egyes készítményeknél az üvegek dobozok aljára fűszerek kerülnek, adagolásuk általában kézzel vagy mérőkanállal történik. Kézitöltés csak nagyon ritkán alkalmaz a konzervipar, különleges igények kielégítésére vagy megfelelő gépi berendezés hiányában. Rostos ivólevekhez speciális palacktöltők használhatók, amelyek nagy teljesítményűek és pontosan beállítható szintre vagy térfogatra töltenek. A palackok öblítés után szállító szalagon érkeznek a géphez, és adagoló csillag irányításával jutnak be. A töltőasztalkára kerülő üvegeket hidraulikus henger emeli fel a töltőfejhez, amely először vákuumot hoz létre, majd megtölti ivólével. Felöntő levek töltésére jól alkalmazhatók a folyamatos permetező rendszerű levezők. A berendezésből vízfüggönyszerűen folyik ali az alatta folyamatosan haladó üvegekbe. A túlfolyó lé szűrve, összegyűjtve ismét felhasználható. Sűrű pépes anyagok dugattyús vagy forgótárcsás géppel töltetők. A betöltött anyag mennyisége széles határok között változtatható. A Materplatt forgódugattyús töltő igen jól bevált zsemekhez. Nagy teljesítményű készülék. A betöltendő anyag tömege pontosan beállítható. A darabos gyümölcsök töltése kíméletes eljárást igényel. Ehhez többféle berendezés használatos. Ilyen például az őszi barackhoz továbbfejlesztett finis rendszerű gép. A Zakmi körtöltőgép állítható térfogatú töltőhengereivel jól szabályozható, pontos, nagy teljesítményű. Kíméletesen tölt. Az anyagutánpótlás adagolását érzékelőn keresztül automatikusan irányítja. Főleg befőtt gyümölcsök töltésére használják. Savanyúságokhoz, például uborkához, paradicsomhoz az NB vibrációs töltőgépet alkalmazzák. Az adagoló csiga teljes szélességében egyenletesen teríti a nyersanyagot,
egy hosszanti bordázatú, vibráló, lejtős töltőasztalra. A bordázat mélyedéseibe besorol a darabos anyag, és az asztal alsó széle alatt futó üvegekbe, dobozokba csúszik. A mellé eső nyersanyagot szállító szalaggyűjtés viszi vissza a töltésre. A gép működtetése kézi beavatkozás nem igényel, esetleg csak utántöltést és a kiálló részek igazítását. A zöld borsó töltéséhez elterjedőben van a nagy teljesítményű térfogatra adagoló töltő-levező berendezés, amelynek fordulatszáma fokozatmentesen változtatható. Őrlemények, porok, szárítványok térfogatra vagy súlyra töltőgépekkel tölthetők. Az egyenletes porozítást szállító csiga biztosítja a gépen belül. A hűtőiparban alkalmazott expresszó doboztöltőgép az előre gyártott kartondobozokat a tárból kiemeli, töltésre előkészíti, betölti, majd lezárja. Az adagolás térfogatra vagy súlyra történik. A tasakos csomagológép tekercsben kapja a fóliát, majd hosszanti varrattal csővé formálja. Ezután keresztirányban lezárja, betölti és ismét összehegeszti, egyben kialakítja a következő tasak alsó varratát. A tasakokat végül egy vágók és egységekre darabolja.